Pont azon gondolkoztam, amikor kimértem itt az alapanyagokat, hogy na, így könnyű egyébként sütni. Mert hogy igazából mindig ezzel megy el az idő, és nem az, amikor elkészítjük a süteményt. Na, nem húzom az időt, almáspitét fogunk készíteni, zárójel, megtanulunk omlóstésztát is készíteni. Az almákat felszeleteltem, nem reszeltem, ez most igazából az amerikai típusú almáspite lesz, viszont fűszerezésében nem fog eltérni a magyar hagyományostól. Tehát felszeletelt almaszeletek, jöhet hozzá szerecsendió és fahéj, barna cukor, tiszta kéz, felhúzott pulcsi, összefogott haj, és kicsikét átdolgozzuk. És ha lenne egy nagyobb keverőtálam, de nem találtam, úgyhogy szerintem ma a forgatás végén elmegyek akkor tényleg az IKEA-ba, akkor sokkal könnyebb lenne, úgyhogy bárkinek van nagyobb tála, akkor javaslom, hogy azt használják. Az almát átforgatjuk a fűszerekkel. Így is tökéletes, már levet eresztene. Viszont én szeretném visszahozni ezt az amerikai életérzést, és majd a pitéket, amikor felvágjuk, akkor így kifolyjon belőle a szaftos almalé is. Ez kell citrom, mert a sav még jobban megeszi magát az almát. Viszont előtte kezet mosok. Itt van a citromunk. Arra gondoltam, hogy igazából citromhéj is mehette bele. Az jó, nem? Citromhéj még? Ugye? Szerintem is jó ötlet lesz. Az is kell. Na, jöjjön az még. Van még reszelőm is. Most ez olyan, mintha nem lenne spontán egyébként a reszelő, tényleg véletlenül raktam ki, mert csak a citromlevét akartam. Na, akkor egy picit beleteszünk. Itt ugye a fehér részét, azt sose kaparjuk bele, csak a sárga részét, mert a fehér része egyébként hihetetlenül keserű. Az nem való se tortába, se piskótába, pláne nem az almához. Na jó, menjen még ez is. Annyi almánk van. Nem is tudom, hogy mekkora pita formát fogok készíteni. Nem is tudom, hogy mekkora van itthon. A legnagyobb. Citromhéj is van most már benne, citromlé is van benne. Ezt félreteszem, ezt félrehúzom. Pita tészta. A pita tésztánál, ami nagyon fontos, ezt nagyon sokszor fogom mondani, az a hideg vaj. Méghozzá azért, mert a pita tésztát alapvetően először morzsásra készítjük el. Ehhez a robotgépben úgynevezett gitárfejet használunk, nem haberőfejet, nem adagasztót, mi most csak morzsásra szeretnénk keverni. Liszt, vaj. Még egyszer mondom, legyen jó hideg, mert egyébként krémes lesz. Egy picike kis cukor a tésztába. És indítsuk el alacsony fokozaton, különben kiveri a lisztet. És megint várunk, mindig ezen a cukrászatban, és várunk. Tartsd ezt a kamerát, tartsad, fiam! Nem nehéz az. Na, gyerek, nézd, nézd! Jöhet hozzá a tojás. És hát ugye minden tészta alapja egy pici só. De ezt a tésztát nem szabad túl dolgozni. Jézus! Csak leveszem. Még egy picikét csak így összeformázom, egy picike kis bucira, minél gyorsabban. Még itt van egy picike. Ugye nagyon magas a vajtartalma, de hát ettől lesz finom ugye ez a pita tészta. És be fogjuk tenni a hűtőbe pihenni, hát pont azért ugye, hogy a vaj az ismét ugye megkössön és könnyen formázható legyen. Itt szépen becsomagoljuk, ezt beteszem a hűtőbe, 30 percet pihen, addig az almánk levet ereszt, és utána elkezdjük összerakni a pita tésztát. A pita tésztánk 30 percig pihent a hűtőben, egyébként be lehet tenni mély hűtőbe, és akkor elég neki 15 perc, az a lényeg, hogy kemény legyen a tésztánk, mert ezzel tudunk dolgozni. Ugye ígértem, hogy az alma levet fog ereszteni, hát lássad, hát levet eresztett, és ezt egy pici forralóba beletesszük. Ez lesz majd a szaftja. Na, ezt a jó kis levet, ezt pedig egy liszt és vaj keverékével fényesítjük is, és be is sűrítjük. Megvárjuk, még felfor. Hamar. Forjál. Forjál, légy szíves, mert ma még nagyon sok sütit kell lesütnem. És amikor for, akkor először hozzáadom a vajat,
szépen. Jöhet a liszt. És folyamatosan keverjük, hogy ne legyen darabos a liszt. Megverjük még rottyan egyet. És kész is. Ennyi. És van nekem egy nagyon jó kis vágódeszkám, ugye? Ezt már ismerjük. Picikét lelisztezzük. Ketté is osztjuk. Hiszen ugye zárt lesz maga a pite tészta. Tehát még mindig ilyen amerikai feelingben vagyunk. Tényleg elég szemre. Most azért nem a mértaniságra törekszünk. Arra törekszünk, hogy jól süssünk, a technikai részeket betartsuk, de ne feszengünk sütés közben. Kinyújtjuk körülbelül 3-4 mm vastagra. Omlós tészta révén azért mindig megnézzük akkor is, hogy aláragad-e, nyugodtan fordítsuk meg. Itt van a forma. Természetesen ezt a formát is ki kell vajazni, mint mindegyiket. Én szeretem ezt a módszert, hogy egyszerűen csak egy zsírpapírral közre fogom a szobahőmérsékletű vajat, és akkor nagyon könnyen meg vagyunk vele, nem leszünk olyan ragacsosak. Adunk hozzá egy kicsi lisztet is, és azt pedig egyszerűen csak így elütögetjük. Így. Látjátok? Végig pörgetjük. Feleslegeset pedig egyszerűen csak kiöntjük. Most ugrik a majom a vízbe. Gyere csak ide vissza. Amit érdemes betartani, miközben itt formázom a tésztát, hogy egy picikét itt hagyjuk a tetején is. Ezáltal megakadályozzuk, hogy lecsúszson. Tehát nyilván mindjárt körbevágjuk, legyen ráhagyás, mert össze fog ugrani a tészta. A szélét pedig jól benyomkodjuk. Azzal is elősegítjük azt, hogy ne csúszson össze nekünk a tésztánk. És most az úgynevezett vakonsütést fogjuk elkövetni. Ez azt jelenti, hogy egy picikét elősütjük a tésztánkat, mert hogyha most így rögtön beletennénk a tölteléket, akkor bizony elázna. Úgyhogy egyrésztről meg is szurkálom villával. Így nem fog benedvesedni. Vesztek egyszer egy zacskó babot, nagyon jó nekünk súlyozásra. A sütőpapírt nyilván beleteszünk, így mi. Nagyon fontos mozdulat következik, kinyitjuk a zacskót, beleöntjük a babot. Nem véletlenül ilyen hosszú a sütőpapír, mert ugye a bab az majd forró lesz, és ezzel csak ilyen egyszerűen itt majd kiemelem. A sütő 170 fok, elő van már melegítve, otthon is egyébként, nekem is ugyanolyan van, mint nektek, ilyen 170-175 fok szokott működni. 12 perc alatt elősütöm, kiveszem a babot és folytatjuk, de addig, ameddig ez sül, a felső réteget mindenképpen, tehát a tészta réteget, a burkoló réteget mindenképpen vissza kell tenni a hűtőbe, hogy ugye tudjunk vele dolgozni. És természetesen a maradékot is még hozzá dolgozunk, semmit nem dobunk ki, itt mindent felhasználunk. Nézzük meg ezt a pite tésztát. Szupi! Hagyjuk még nyugodtan egy picikét süljön, mert ugye a bab az még most tulajdonképpen azért szárítja a tésztát, tehát ezért se kell ugye sokáig sütni, mert akkor meg már túlsül. Jöhet a tészta teteje. Még egy picikét vastagabb, még egy utolsó simi. Minden egy, és meg is vagyunk. Kiemeljük a babot. Félreteszem, jöhet az alma. Rengeteg almát felvesz, de azt ne felejtsük el, hogy mikor... Ó, még maradt itt egy kicsi. De azt ne felejtsük el, hogy az alma ugye azért összeesik, ezzel pedig leöntjük. Ezt megnézzük, hogy nem tapad tele. Nem. Na, hát figyeljetek, az majd, ezt most csak így rá fogom dobni. Fel se kell tekernem. És most is ugyanezt a módszert alkalmazzuk, hogy ne ugorjon össze. Szépen lecsipkedjük
de úgy oldalról, nem a tetejéről, mert hogy egy picit összeugrik a tészta, akkor ne legyen lyuk. És utána pedig ugye az alsó tésztaréteghez oda tapasztjuk. Viszont azért ne felejtsük el, hogy az alma az bugyog. Úgyhogy vagy villával megszurkáljuk, és akkor tud távozni a gőz, vagy még azt is csinálhatjuk, hogy itt van nekem egy kicsi kés, belevágok, és ezáltal is egyrésztről tud távozni a gőz, kettő pedig, hogy megsül, tök helyes formát fog kapni, díszítést, ha lehet így nevezni. És hogyha szeretnénk, hogy szép fényes legyen, akkor egyszerűen a tejszínt meg a tejet össze szoktam keverni, és azzal lekenem, fényes is lesz, illetve, hát ami még rájön, az a cukor. Tehát simán kristálycukrot rászórunk, és így a tejszínes tej keveréke által így lesz egy ilyen jó kis ropogós cukros rétegünk. Nem nagy trükkök, viszont az egész család meg fogja hálálni. Nyilván nem kell, hogy ázzon benne, de azért a cukor pedig tapadjon oda. Olyan illatok lesznek a konyhában. Fűszeres alma, egy kis karamell bukéval. Ez nagyon jól fog sikerülni. Irány a sütő, ugye még mindig elő van melegítve, hiszen elősütöttük már az alapot. Maradunk a 170-175 foknál, és körülbelül 30 perc alatt fog megsülni.